Az Európai Uniós pályázati források tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe érkezik a második legnagyobb felhasználható összeg, az úgynevezett TOP-ban 89,3 milliárd forint. Az első körben elnyert projektek, beruházások a következő év tavaszára, nyarára elkészülhetnek. Több településen már a közbeszerzések is megtörténtek. A keretösszegnek több mint a fele már előlegként megérkezett az önkormányzatokhoz. A programnak megyénkben 5 nagy fejlesztési területe van, Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Adódik a kérdés, hogy melyik ez az 5 fő terület. Sőt, mielőtt ebbe belemegyünk, Nyíregyházának van még külön 40 milliárdja, tehát összességében a megye egész területére 130 milliárd forint forrás jut. Ez egy nagyon nagy összeg, amelyet közlekedés fejlesztése, utak javítására tudunk fordítani, óvodai infrastruktúra javítására, más egyéb intézmény infrastruktúra fejlesztésére, szociális intézményekre, piacfejlesztésre, tehát konkrétan akár piacok építésére is, ipari parki fejlesztésekre, munkahelyteremtő beruházások támogatására, illetve munkahelyteremtő programok támogatására egész pontosan. Melyik a leghangsúlyosabb terület, melyik terület az, ami a legtöbb pénzt fogja kapni? Az intézményfejlesztéseket emelném ki, talán összegszerűen is a legnagyobb forrás ezekre az intézkedésekre juthat, de 7,5 milliárd forintból éppen munkahelyi megőrző, illetve fejlesztő úgynevezett paktumokat hajtunk végre. Hogyan oszlanak meg ezek a pályázati projektek földrajzilag a megyén belül? Hát ilyen összesítést nem végeztünk, de én azt gondolom, hogy kellően kiegyensúlyozottan, tehát a megye minden részéből nagyjából azonos hát pályázati aktivitás volt tapasztalható, és azt gondolom, hogy nagyjából arányosan jutottak a források a megye minden részére. Hogyan illeszkednek ezek a pályázati projektek a megye fejlesztési stratégiájába? Erre kellett készítenünk a fejlesztési stratégiát, és ennek az apró pénzre váltása, hogyha lehet így beszélni, 90 milliárd forintról történik meg a TOP-os fejlesztésekben. Persze a megye fejlesztési stratégia az sokkal szélesebb körül, az más európai uniós, illetve hazai forrásokra is kiterjed. Ennek egy konkrét részterülete a bizonyos TOP-os források kezelése, ezzel kapcsolatos döntéshozatal, illetve projektmenedzsmentbe való részvétel. Nézzük meg egyenként ezeket a területeket. Például az energia, illetve környezetvédelem szempontjából mi az a cél, amit szeretnének elérni ezekkel a pályázatokkal? Nyilvánvalóan a megtakarítások az önkormányzati intézményeknél, illetve hát a károsanyag kibocsátásnak is a csökkentése, ezzel kapcsolatban Magyarországnak is vannak nemzetközi, illetve uniós kötelezettségei, és ezekkel a bizonyos épület energetikai fejlesztésekkel ezekhez fogunk nyilvánvalóan hozzájárulni, és ezzel együtt az önkormányzatoknak is kevesebb pénzébe fog tartani, kerülni az intézményüzemeltetés. Ez egy közbelső lépcső, egy végső cél felé, vagy vannak olyan területek, amivel már ki is pipálhatjuk? Egy közbelső lépés, hiszen ennél sokkal több forrásra lenne szükség az épület energetikai beruházásokra, de egy fontos hozzájárulás az a több mint 10 milliárd forintnyi forrás, ami ilyen területre juthat, önkormányzati épületekre, óvodákra, más egyéb önkormányzati hivatalokra. Ez egy nagyon népszerű, ha lehet azt mondani, ez talán leginkább túlpályázott területe a TOP-os forrásoknak. Mi a helyzet a közlekedésfejlesztés területén? Mi az, amit ezzel el tudunk érni? Mi az, ami megépül? Épülni nem fog, itt javításokról van szó, de fontos javításokról kiemelném például a Nyírbátor és az autópálya közötti útnak a felújítási munkálatait, amit ilyen forrásból fogunk elvégezni. Ez összehasonlítva egyéb más állami programokkal egyébként elenyésző, tehát ez néhány milliárd forintot tesz ki, ami a TOP keretéből kerül, milyen módon felújításra, rekonstrukcióra, ennél az a hazai forrású felújítási program, amit nemrégiben kezdett el a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az is jóval nagyobb ennél a keretnél. Beszéljünk egy picit a munkaerő képzéstől, illetve a munkaerőpiaci helyzetről. Ezek a pályázati programok, amik most a TOP-os keretben megvalósulnak, ezek milyen célt szolgálnak? Nagyon vegyes, ugye van egy réteg, aki alulképzett és nem tud elhelyezkedni, ugyanakkor meg óriási munkaerőhiány jelentkezik ma már. Hát ha lehet mondani, ez a legizgalmasabb tématerülete a TOP-nak, annál is inkább, mert itt a megyei önkormányzat kedvezményezetként, konzorcium vezetőként vesz részt a program végrehajtásában, nem csak
projektmenedzsmenti szervezetként vagy döntéshozóként, és így, ha lehet mondani, testközeli információink vannak a munkaerő piaci helyzetről, és strukturális munkanélkülség jellemzi a megyét ilyen szempontból már. A megyében is vannak olyan hiányszakmák, amelyekben nincs megfelelően képzett és motivált munkaerő feldolgozóipari ágazatokban, ezt már ki lehet mondani. Tehát már számunkra így a munkahelyi paktumban is ez több mint 5 milliárd forintot jelent a megyében. Vannak egyébként a GINOP-nak is ilyen jellegű fejlesztései, amelyek ugyancsak munkaerő képzést, átképzést jelenítenek meg. Tehát hogy ezen tudjunk javítani, a képzeletleneket magasabb képzettséghez jutni, illetve a munkahelyeket, a vállalkozókat is arra ösztönözni, hogy vegyenek fel új munkaerőt, és akár ők képezzék át, vagy a saját képzési programjaiban vegyenek részt, illetve munkabér támogatást is tudunk adni az első időszakban, továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel természetesen. Itt milyen célszámokról beszélhetünk? Indikátorszámok vannak, be kell vonnunk a képzésekbe, illetve a programba több mint 2000 főt, és ha jól emlékszem, 500 főt végérvényesen is kell helyezni a munkaerőpiacon a következő 2-3 évben. Említette, hogy itt nem csak koordináló szerepe van az önkormányzatnak, hanem kedvezményezett is. Vannak egyéb projektek is a TOPON belül, ahol szintén kedvezményezett is az önkormányzat? Igen, vannak környezetvédelmi projektjeink, egy úgynevezett SEAP-SECAP pályázati program, amelynek segítségével olyan dokumentumokat készítünk el líder szervezeteknél, illetve települési önkormányzatoknál, amelynek segítségével más uniós forrásokhoz is tudnak jutni. Különösképpen fontos lesz a következő fejlesztési időszakban ez. Van egy klímavédelmi akciótervünk is, amit ugyancsak a megyei önkormányzat hajt végre, illetve a talán legszebb vagy leglátványosabb az a turisztikai program, amelyet 4 desztinációban konzorciumvezetőként hajt végre a megyei önkormányzat a megyei fejlesztési ügynökséggel, mint munkaszervezettel együttműködve, illetve hát reményeink szerint egy ötödik sikeres pályázat is követi ezt a fejlesztést, amelynek eredményeképpen számos településen turisztikai fejlesztéseket tudunk végrehajtani. Hogyan értékeli azt, hogy az országban a második legtöbb pénz érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe? Hát nyilván a fejlesztési mutatóinkból is, vagy fejlettségi mutatóinkból is adódik ez a helyzet. Nógrád megyében érkezik egy főre vetítve nagyobb forrás, illetve Borsod megyében a Borsod megye nagysága miatt az összegszerűen odaérkezik az első forrás, a második helyen pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye van. Én bízom benne, hogy a kohézióval, amelyet az uniós megfogalmazott, illetve Magyarország is erre törekszik, sikerül ezeket a részeit az országnak felzárkóztatni. Bizonyos infrastruktúrát jelent ez természetesen csak másból. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk jobban elmaradva az ország többi részétől, mint akár más európai uniós régiók. Hogyan halad maga a pályáztatás, illetve a projekteknek a menedzselése? Eddig több mint 50 projekt esetében a megyei önkormányzat projekt szervezetként is működik. Több mint 200 pályázatnál történt meg a döntéshozatal, és ennek mintegy negyedét a megyei önkormányzati hivatal kezeli munkaszervezetként. A források fele előlegként már a pályázóknál van, de döntéshozatal már én úgy mondom, a források kétharmad esetében megtörtént, míg nagyjából a források egyharmada lekötetlen. Ebben a tekintetben elégedett lehet a megyei önkormányzat koordináló szerepével? Összehasonlítva az előző ciklus, az előző 7 éves ciklus ilyenfajta mutatóival, igen. Persze, hogyha konkrét pályázati programokat veszünk, akkor nem. De összességében úgy látom, hogy most az intézményrendszer jobban vizsgálódott, mint az előző 7 éves ciklusban, a források kihelyezésére gyorságát tekintve mindenféleképpen. Melyik az a terület, amit kifejezetten siker programként tud elkönyvelni? A turisztika, az amint mondtam, az nagyon látványos is, illetve meggyőzésem szerint jelentős mértékben hozzá fog járulni a megyei munkaerő fejlesztéshez is, hiszen azzal, hogy a megye marketinget tudjuk erősíteni, más ágazatokból is nagyobb
befektetések várhatók, hogyha jobb arculatot tudunk mutatni a megyéről turisztikai programok tekintetében. Van egy nagyon szép nemzetközi díj, amelyet az ügynökség ilyen módon megnyert, ez az Éden pályázat, amely a középkori templomok útját, mint egy desztinációt, hát a legrangosabbannak ítélte meg Magyarországon, és vannak más egyéb szép eredmények is ezen a területen. Összehangoltan, egymásra figyelve valósítjuk meg ezeket a fejlesztéseket, nem pedig pontszerűen, illetve hát esetlegesen. De hát azt gondolom, hogy mind az energiaracionalizálás, mind a közlekedésfejlesztés azért ezt a területet is ugyanúgy szolgálja. Nyilván, elnök úr, köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Köszönöm szépen.